Szia Ákos, na, a kísérlet a következő. Gyakorlatilag egy szénszálas izzót fogunk csinálni. Ez a grafitszál fog majd izzani. A légmentes teret pedig úgy hozzuk létre, vagy oxigénmenteset, hogy ebbe denaturált szeszt töltöttem, amit mindjárt meggyújtok, és úgy fogjuk elállítani a tüzet, hogy ezt a kupakot rázárjuk azonnal. Aztán van itt nekem egy 1 amperes és 12 voltos tápegységem, itt bedugva a konnektorban, amit most szépen krokodil csipesszel rá fogunk rakni. A kamerázásért bocsi, mert félkézzel csinálom a kísérletet, és amellett nehezen megy, úgyhogy most ezt le is rakom így valahogy, hogy kb. Lesd, és megcsinálom azt a felgyújtást és rázárást. Oké, na hajrá, drukkolj! Ja persze, Mona is, hogyha te is nézed, akkor neked is szia, neked is szól az egész. Hát remélem jól sikerült, nem vagyok benne teljesen biztos, őszintén szólva. Talán egy lyuk a tetejének, kérdezzétek, hogy miért. És akkor nézzük. Egy krokodilcsip, ez 2. Pozitív nevet, negatív, tehát igazából tök mindegy. És akkor figyeljük meg közelre, hogy mi történik. Remélhetőleg valami. Szóval itt az eredmény, azoktól szerintem bekerült valamennyi oxigén, úgyhogy ez hamarosan el fog pattani, már csak nagyon kevés kell, de előtte még fényesen fog ízzani egy darabig, és ennyi volt. Hát valójában nem tudom, hogy mi volt ez a végén ez a robbanás, de nem számítottam erre, de ez is érdekes. Na jó.